Bíróság előtt kell felelni annak a házaspárnak, akik két mosógép szerelőt bezártak a lakásba, mert a javítás után sem működött a gép, a kifizetett munkadíjat pedig nem akarták visszaadni. A probléma abból adódott, hogy a kisvárdai házaspár mosógépe elromlott, amit a két szerelő megjavított 15 ezer forintért. A gép azonban nem működött megfelelően, ezért a pár követelte a pénzét, de amikor a szerelők megjelentek, akkor őket a vád szerint foglyul ejtették a lakásukban. A szerelők egyezkedni mentek, de erre már nem került sor. Már azt megelőzően egy kvázi támadás érte őket, alapvetően az elsőrendű vádlott részéről, másodrendű vádlotta az ajtót becsukta, és később, igaz, hogy korlátozott formában, de a harmadrendű vádlott is belefolyt ebbe a cselekmény sorba. A házaspár egy barátja volt, aki erőszakosan fellépett. Azt, hogy lögdöste vagy sem a szerelőket, nem sikerült tisztázni, de ő fenyegette leginkább az egyik férfit. A lakás tulajdonosának ügyvédje szerint nagyon sok a kérdőjel. A rendőri jelentésből marad az, hogy a bejárati ajtót bezárták-e, vagy sem. Végig a rendőri jelentésben az szerepel, hogy a Parozsány Zsolt a fürdőszobába bezárta a Tóth Miklóst. Többször is szerepel ez, nem csak hogy bezárta, hanem még vissza is zárta. A feleség ügyvédje szerint itt nem is történt bűncselekmény. A másodrendű vádlott, illetőleg teljes egészében a vádlottak részéről, itt ebben a kisvárdai ingatlanban semmilyen jogtalan fogvatartásról, illetve 15 ezer forint ellenében történő szabadon bocsátásról szó nem volt. Az emberrablásra vádolt férfi az utolsó szó jogán azt mondta, hogy ő semmi olyat nem tett, amivel vádolják. Elismerte, hogy ingerülten beszélt a két szerelővel, de embert nem rabolt. Felesége azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy egy egyszerű mosógép szerelést a két szerelő hogyan forgatott ki úgy, hogy abból ilyen emberrablásos ügy lett. Az ügyben a bíróság két hét múlva hirdet ítéletet.